Köszönöm szépen, nagyon sok szeretettel köszöntök mindenkit. Idén voltam 50 éves, és nagyon sokat halljuk, hogy mostanában azt, hogy az 50 az új 30. Na most ez nem minden esetben igaz, mert mondjuk, ha 30 évesen utánam szóltak, hogy de szép a járásod, csak szép, ne es. Azért 50 évesen úgy látom, hogy erre megvan minden esélyem. És amíg 30 évesen azzal viccelődik az ember, hogy ha megüti mondjuk a derekát, vagy a combját, hogyha hazamegy, akkor úristen, mit fog szólni a párom? Hogy fogok én ezzel elszámolni, ezzel a folttal? Na most, ha ezt 50 évesen mondom, már a barátnőm is annyit szólt vissza, hogy miért nézik otthon? Elérkezett az időpont, hogy a barátnőm két unokájára vigyáznom kellett. Képzeljünk el két ilyen 8-9 éves gyereket, akik okostelefonon és interneten nevelkedtek. Na mondom, nálam ez nem így fog történni. Mesélni fogok nektek. Méghozzá Hófehérkét. Erre azt mondja a két gyerek, jaj, az olyan uncsi. Inkább meséljem azt a mesét, amikor szegény Csóri csajt a két mostoha nővére törli a Facebook ismerősei közül. Aztán este elmennek egy nagyon durva buliba, amikor a lányt másnap csak a használt cipőjéről tud azonosítani az új krapekja. És így nézek az anyjukra, hogy a te gyerekeidnek mi a franc baja van? Van egy barátnőm, aki 50 évesen annyira párt akar találni, hogy a fülébe jutott, hogy a személyszorvosa szingli. Na gondolta, elmegy egy vizsgálatra, és így óvatosan közli vele, jelzi, hogy ő is egyedülálló. Hát ez úgy történt, hogy bement, és csak annyit mondott, hogy doktor úr, annyira viszket a szemem. Mondtam is a páromnak, ja, nincs is párom. És ezek után következett az, hogy számokat kellett olvasni a falról. Na most ez úgy történt, hogy a barátnőm letakarta az egyik szemét, és tisztán, érthetően annyit mondott, 0620, 490... Képzeljék el, hogy legutóbb hűtőt vásároltunk, és már majdnem kifizettük, amikor azt mondta az eladó, hogy most van egy ilyen kis játék, hogy a falon látok 9 darab mosógép ajtót, és hogyha a középsőbe beletalálok egy focival, akkor még kapok 20% kedvezményt. Hát a férjem mondta, hogy köszönjük szépen, nem, de akkor én már letettem a kis táskámat a földre. Felvettem a kezdő pozíciót, ahogy Zsuzsáktól láttam, a bal lábamat a labda mellé tettem, a szoknyámat meglazítottam, a jobb lábamat felemeltem hátra addig, hogy a tűsarkú mérte a fülemet, és tiszta erőből megküldtem a labdát. Hát az Gellert kapott a mosógép ajtaján, úgyhogy levert két vízmelegítőt, egy kávéfőzőt, és egy laptopot. Hát az eladó döbbenten nézett, én annyit mondtam, hogy hát fejben nem voltam ott. A férjem meg annyit, hogy valóban valószínű az akció súlya zavart meg, mert hogy otthon 10-ből 10-szer mindig betalálok a mosógépbe. És ha már emlék, mostanában olyan divat az, hogy csinálnak ilyen időkapszulát. Mondtam a férjemnek, hogy mi is csináljunk már egyet az utókornak, és mondom, tegyük el egy olyan helyre, ahol nagyon sokáig nem fogja bolygatni senki. Azt mondta, hogy tegyük a takarítószertartós kis szekrénykénkbe. Kerestünk egy megfelelő dobozt, a lányom belerakta a kedvenc plüss figuráját, és azt a naplóját, amit én 4 éve kerestem a szobájában. De azt mondta, hogy az unokák nagyon jól fognak rajta szórakozni, elmondtam, hogy engem is érdekelt volna. A fiam beletette a 4 darab eltitkolt ellenőrzőjét, és azt mondta, hogy ezen is nagyon jól fognak szórakozni majd. Hát én beletettem a 8-os bankett ruhámat, hisz még mindig jó volt rám, és mondtam a családnak, hogy írjanak egy pár üzenetet az utókornak, amit természetesen én elolvastam, mielőtt lezártuk ezt a kapszulát. Hát a férjem annyit írt, hogy a házasság csapda, menekülj. A fiam annyit írt, hogy tagadja végtelenségig. A lányom volt a legaranyosabb, annyit írt, úgy is tudtam, hogy el fogod olvasni. Ezek után én még a gyerekekről ilyen kiskori képeket ráraktam a tetejére, és mondtam nekik, hogy milyen jókat fognak ezen röhögni, hogyha látják, hogy hogy állt a hajatok. Aztán felhívták a figyelmemet arra, hogy ezeken a képeken én is rajta vagyok. És ezek után lezártuk, kerestük a kertben egy nagyon klassz kis helyet, elástuk, és egy sziklakertet építettünk rá az örökké valóságnak. Hát ez egészen estig tartott, ugyanis a férjem a kedvenc autós táskáját is beletette, hogy lássa az utókor, hogy ebben még van anyag, csak hát benne felejtette a slusszkulcsát. Pedig én olyan szépen elképzeltem, hogy 30 év múlva, ha még nem felejtettem el, hogy hová ástuk, akkor kiássuk. Felpróbálom a bankettruhámat, és ha kihíztam, akkor szétverem az egész időkapszulát.
Köszönöm szépen a figyelmet!